Az EP választás előtti utolsó vitájukat tartották az Európai Parlament frakcióinak csúcsjelöltjei. Ők azok, akik az Európai Bizottság elnöki tisztségére pályáznak. A vitán kiemelt téma volt a bevándorlás. Abban mindenki egyetért, hogy a mostani helyzet tarthatatlan, de más-más megoldást tartanak elfogadhatónak. A líbiai partoktól mindössze 30 kilométerre emelte fedélzetére az illegális bevándorlókat a hétvégén a Sea-Watch nevű német civil hajó. A 65 afrikai migránst az Európai Unióba, ez alkalommal Marseille kikötőjébe szállították. A földközi tengeren az elmúlt években tízezrek keltek át és jutottak be hasonlóan Európába. Az európai parlamenti választásokat megelőző utolsó vitában az EP frakcióinak csúcsjelöltjei a migrációról mondhatták el véleményüket. Soha nem követném el ugyanazokat a hibákat, amiket a mostani bizottság tett. Kezdte Jan Zahradil, az Európai Konzervatívok és Reformerek frakció lista vezetője. Mint fogalmazott, elutasítja a kötelező menekültügyi kvótákat, amelyek szerinte nem működtek, és csak mélyítették a kelet-nyugati szakadékot. Bízom abban, hogy találunk egy olyan megoldást, amely tiszteletben tartja a kormányok, parlamentek jogát, hogy maguk döntsék el, akarnak vagy sem a migránsoknak menekülstátuszt, letelepedési engedélyt vagy állampolgárságot adni, mondta a frakcióvezető. Manfred Weber, az Európai Néppárt lista vezetője, Európa humanitárius felelősségéről beszélt és arról, hogy Afrika megsegítése nélkül nem oldható meg az Európába özönlő migránsok megfékezése. A tagállamok döntsék el, hogy ki jöhet Európába, és ne az embercsempészek. Vissza kell szereznünk a külső határok feletti ellenőrzést. Ezért szorgalmaztam, hogy a Frontex ügynökség 10 000 tagját azonnal telepítsük a külső határokhoz, fogalmazott a néppárt csúcsjelöltje. Az európai baloldal frakció vezetője azt mondta, ő is egy illegális bevándorló fia, és Európa felelőssége megoldani a kialakult helyzetet. Margrit Vestager, a liberálisok és a demokraták szövetsége Európáért csúcsjelöltje szerint Európának nyitottnak kell lennie, a migránsokat be kell fogadni, ugyanakkor egy mindenki számára elfogadható szabályozást kell teremteni. Frans Timmermans, az Európai Szocialisták frakció vezetője szerint a belső határellenőrzések visszaállításával járhat, ha egyes kelet- és közép-európai országok továbbra is elutasítják a szolidaritást, márpedig ezt el kellene kerülni. Ha már az emberek a földközi tengeren vannak, akkor segíteni kell rajtuk. Felesleges megbüntetni a halászhajókat vagy bárkit, aki kimenti őket, mint azt az olasz kormány teszi. Ez elfogadhatatlan. Elsősorban azt kell megakadályozni, hogy ezek az emberek egyáltalán útra keljenek. Egyetértek Manfred Weberrel, Afrikát kell megsegíteni. Meg kell érteni, Európa sorsa Afrika sorsától függ, fogalmazott a szocialisták jelöltje. Ska Keller, az Európai Zöld Párt frakció vezetője azt mondta, a menekültügy terén a szolidaritást és a felelősség megosztását kell támogatni, illetve mindazokat, akik segíteni próbálnak az illegális migránsoknak. A vitán nem vett részt a Szabadság és Nemzetek Európája, illetve a Szabadságjogok és Demokrácia Európája mozgalom jelöltje.